hivatali teendők, a Békés Csabai önkormányzat is lehetőséget biztosít a diákmunkásoknak. Csak kijelölt szabad strandon csobbanjunk. Jó a fürdőhelyek vízminősége, de érdemes néhány szabályt betartani. Steak Classic. Közös produkcióval léptek színpadra az Alföld Quartett és a Tabántánc együttes előadói. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A június 9-i helyhatósági és európai parlamenti választásokat követően 30 nap áll a jelöltek és a jelölő szervezetek rendelkezésére a választási plakátok eltávolítására. Békés Csabán bár a legtöbb politikai hirdetést már összegyűjtötték, egyes közterületeken még akad munkája az érintetteknek a július 9-i határidőig. Elő szokott azért fordulni így a választások után, hogy 30 nap elteltével még maradnak kint plakátok. Hát ekkor azért mi felszólítjuk majd a jelölőszervezeteket, hogy távolítsák el, és legvégső esetben nyilvánvalóan az önkormányzat eltávolítja, és hát ennek az eltávolításnak a költségeit azt viszont tovább hárítjuk a plakátokat kihelyezők irányába. Július 1-től már csak visszaváltható üvegben, PET-palackban vagy alumínium dobozban forgalmazhatnak italokat a vállalatok hazánkban. A nagyobb üzletek számára kötelező, a kisebbek számára lehetőség a magyar fejlesztésű visszaváltó automaták telepítése és működtetése. Így néz ki használat közben a Repont rendszerű visszaváltó automata, amely üveg, PET-palack és alumínium doboz újrahasznosítását segíti. Van olyan, aki nagy előrelépésnek tartja a törvénybe foglalt környezettudatos fejlesztést. Szerintem nagyon hasznos, mert eddig nagyon sok kukába végezte, nem igazán hasznosították újra, és akkor most már legalább rá van kényszerítve az ember, hogy mégis újrahasznosítsa, és akkor még vissza is kapja azt az összeget, amit rászámoltak nekünk. Picivel több macera, de megéri szerintem. A hazai fejlesztésű automata kezelése egyszerű, 3 lépésben elvégezhető. A palack behelyezése után ki kell választani a visszatérítés módját, majd a vevő elveszi a vásárlási kupont, vagy az online applikáció segítségével az újrahasznosítási díj visszakerül a megadott bankszámla számra. A törvényi szabályozás értelmében csak tiszta és sértetlen palackokat, alumínium dobozokat, illetve üvegeket van módunkban visszaváltani. Az 1 deciliternél nagyobb űrmértékű, de a 3 litert nem meghaladó űrmértékű italos dobozok visszaváltását most már teljes mértékben megkezdheti a lakosság. A 7.tv híradóját Fajó Attila tudósította. Ifjúságot érintő témával folytatjuk. A vakáció sok fiatal számára nem csupán a tanulmányi szünetet jelenti, de egyre többen vállalnak nyári munkát. A Békés Csabai Polgármesteri Hivatal munkáltatóként évek óta fogad tanulókat a nyári hónapokban. Júliusban már javában zajlik a diákmunkások foglalkoztatása. A fiatalok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már 15 éves, nappali tagozatos tanulók is munkába állhatnak. A diákok közül sokan vállalnak fizikai feladatköröket, de olyan is van, aki éppen a tanulmányai kiegészítéseként gondolkodik adminisztratív munkában. Én 22 éves vagyok, és Pesten tanulok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Azért választottam ezt a munkát, mert szerettem volna az elméleti tudást, amit tanulok ott az egyetemen, ott ezt megtapasztalni gyakorlatban is. Szerintem nagyon nagy haszna van annak, hogyha nem csak a tankönyvekből látom azt, ami le van írva, hanem meg is tapasztalom. A Békés Csabai Polgármesteri Hivatalban sok éves hagyomány, hogy július és augusztus hónapokban diákmunkásokat fogadnak. Júliusban és augusztusban is 21-21 diákat tudunk fogadni. Elsősorban adminisztratív munkakörben foglalkoztatjuk a diákokat, de vannak olyan diákok, akik a polgármesteri hivatalnak a karbantartási feladataiban, fizikai munkálatokban is segítenek. Kis Gyula hozzátette, a diákmunkaprogram a hivatali dolgozók szabadságolását is megkönnyíti, hiszen így a munka elsősorban az adminisztratív területeken, a köztisztviselők távollétében sem marad elvégzetlenül.
A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózására, a diák szövetkezeteken keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. Esetükben érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, miszerint havi 576.601 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Édes lédús az idei szabadföldi termesztésű magyar dinnye. A szakemberek szerint a csapadékos és igen magas hőmérséklete kedvezett a nyári gyümölcs érésének, amely a szokásosnál már két héttel hamarabb kapható a piacokon, illetve a nagyáruházláncokban. Ez az élettermés. A hagyományos kopogtatásos módszerrel vizsgálta Moknás György, melyik dinnye érett meg és kerülhet másnap a vásárlók elé. Az őstermelő Békés Csaba határában egy hektáron gazdálkodik, és elsősorban a helyi piacon értékesíti az édes lédús nyári gyümölcsöt. Nekem 5000 tő van kiültetve, ebből 3200 tő vörös dinnye, a többi az sárga dinnye. Várhatóan a ma helyzetében a termés mennyisége elfogadható lesz, minőségében és ízében teljesen kiváló a termés. A szakemberek szerint az idei év időjárása kedvezett a hazai dinnye termesztésnek. A sok esőnek és magas hőmérsékletnek köszönhetően a szokásosnál két héttel hamarabb érett be a szabadföldi magyar dinnye, amelyet az utóbbi években a nagy áruházláncok is egyre inkább előnyben részesítenek. Az Egyesület és a Kamara részéről is mi egy sajtótájékoztatón időben felhívtuk a belföldi piac szereplőit arra, hogy mikor indul a magyar görögdinnye, készüljenek fel rá, a raktárakat ürítsék ki, hogy legyen helye a hazai áru számára. Azt mondom, hogy a napokban, ugye, ami már megjelent görögdinnye, az kiváló minőségben jelent meg a magyar fogyasztók számára. Amennyiben az időjárás a nyár hátralévő részében is hasonlóan alakul, akkor a dinnye szezon a szokásosnál korábban, előreláthatólag augusztus közepén véget ér. A nyári hőségben sokan töltik az idejüket szabad strandokon. Békés vármegyében is több közkedvelt nyílt vízi fürdőhely található, amely alkalmas kikapcsolódásra és sportolásra. Azért, hogy a fürdőzés, pihenés gondtalan legyen, és ne történjen baleset vagy bűncselekmény, érdemes megfogadni a rendőrség tanácsait. A Gyulaváros erdőn található szabad strandon is többen csobbantak a hét elejé kánikulában. Volt, aki pont azért döntött így családjával együtt, mert itt kijelölt helyen biztonságban fürödhetnek. A fiammal és az unokáimmal jöttem ki. Nagyon jól érzem magam. Itt a természet lágyul, én sokkal kellemesebb az a 35-40 fok, nem is érzékeli az ember. Szép tiszta a víz, nagyon helyes, hogy kijelölték, hogy honnan kezdődik a mély víz, így nem érheti baj a kisunokámat se. A kormányhivatal tájékoztatása szerint jó a Békés vármegyében található természetes fürdővizek minősége. A rendőrség azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy csak a kijelölt, engedéllyel is rendelkező szabad strandon fürdőzzünk, hiszen ezeken a helyeken a mélyvíz határát is megjelölik, és van segítség is, ha baj történne. Például hajóútban senki ne próbálkozzon meg azzal, hogy a vízbe megy. Nem lehet fürödni hidak, kompok 100 méteres körzetében. Példaként hoznám fel azt is, hogy nem lehet korlátozott látási viszonyok között, tehát sötétben fürdőzni csak akkor, hogyha a vízfelületet megvilágítják, és akkor is csak a mélyvíz határáig lehet menni. Tehát van jó néhány olyan szabály, aminek érdemes utána nézni, ezt egyébként a rendőrség honlapján is megtalálják. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeket semmiképp se hagyjuk felügyelet nélkül. Aki nem tud úszni, az pedig még segédeszközt használva sem menjen mély vízre. De az is nagyon fontos, hogy vigyázzunk értékeinkre, mert az úgynevezett plécév módszer nem biztonságos. Csaba nap alkalmából számos program várja az érdeklődőket ezen a hétvégén a Szent István téren. A közönség pénteken a Szőke Ciklon című előadást láthatja, szombaton pedig a kézműves foglalkozások, játékok mellett 500 darab Csaba szeretet osztanak ki. Este pedig Wolf Kati ad koncertet.
Az 1930-as években repít vissza minket Rejtő Jenő eltáncolt regénye a Szőkeciklon. Abba a korba, amikor tweedzakós, derbikalapos üzletemberek, zsebórás úriemberek és csinos, selyemruhás hölgyek Charleston-t és swinget táncolnak a füstös lokálokban. Nagyon sok táncstílus jelenik meg a darabban láthatóan. Többek között én azt gondolom, hogy a swing, mint maga az, ami nagyon jellemző rá, ez volt az, ami, hát igazából én azt gondolom, hogy mindenkinek is kihívás volt, köztük nekem is, de én azt gondolom, hogy ezt jól tudtuk abszolválni. Én corned beef-et testesítem meg a darabban. Hát ő tulajdonképpen egy vicces alak, de közben meg sejtelmes is, és igazából egy verő ember. Nem szívesen találkoznék vele egy sötét sikátorban. A táncszínházi rejtő ötlet ifjabb Mlinár Pál fejéből pattant ki, aki elmondta, ez az első felnőtteknek szóló bemutatójuk, eddig mesejátékokat dolgoztak fel. Ez egy krimi, ami nagyon sok szálon fut, nagyon sok szereplő van, és folyamatosan változik a cselekmény, a történet. És hát nyilván ezt táncban elmesélni nem volt egy egyszerű történet. Természetesen az eredeti műhöz képest egy picit átdolgoztuk táncra, illetve színpadra. Kerültek ki jelenetek, illetve vannak olyan részek, amelyek pluszba kerültek bele, ami egy kicsit a színpadiasságot segíti. A közelmúltban véget ért színházi évadban már bemutatott darabot pénteken este 8:30-kor láthatja a közönség a Szent István téren. A szervezők július 6-án, szombaton már délután 3 órától várják a Szent István térre látogatókat. Erről Varga Tamás alpolgármester beszélt a 7.tv aktuális című magazinjában. A Népművészeti Egyesület kézműves játszóházai, interaktív játékai 3 órától várják a családokat, gyermekeket. 4 órától, hát mondom, nem kell bemutatnom Jimmy Bohócot, aki szerintem újra egy szuperprodukcióval készül majd a téren. És hát egy igazi csabai cukrászremek, a csabaszelet is felszolgálásra kerül. 500 darab csabaszeletet kóstolhatnak meg a térre látogatók. Az érdeklődők emellett bekapcsolódhatnak egy dobos felvonulásba, lesz kolbászkóstoló, a programokat pedig Wolf Kati koncertje zárja este 8:30-tól. Szarvas legfiatalabb, 1908-ban épült kastélyát csak kevesen ismerik. Éppen ezért a Csáky kastély történetét egy látványos időszaki kiállításon foglalták össze, amelyen archív fotók, régi térképek, leírások mutatják be a hajdan itt élt családok és az Anna-liget történetét. Kovács Andrea tudósítása következik. A Körösvölgyi Állatparkot sokan ismerik és több tízezren keresik fel évente, hogy a Kárpát-medencei állatfajokat megtekintsék közvetlen közelről. Az Anna-liget központjában lévő Csáky kastélyról azonban sokkal kevesebbet tudnak, az érdeklődők pedig szerették volna ezt a múltját minél jobban megismerni, ezért a látogatóközpont munkatársai úgy döntöttek, hogy egy időszaki kiállítás formájában mutatják be a Csáky kastély történetét, amelyről már Körömi Krisztinát, a látogatóközpont vezetőjét kérdezem. Kik laktak egykoron a Csáky kastélyban, és hogyan mutatják ezt be a látogatóknak? Igen, valóban nagyon sokan kíváncsiak erre a gyönyörű kastélyra, magára a kastélykertre, nagyon különleges helyszíne a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóságnak maga a terület, a védett természetvédelmi terület, maga az Anna-liget, és egy műemléképület is áll a Csáky kastély területen. Ahogy a neve is mutatja a kastélynek, gróf Csáky Albin vallás és közoktatási miniszter 1908-ban építette ezt a gyönyörű kastélyt feleségével, gróf Bolza Annával. És mivel a területen évente 50 000 látogató fordul meg, nagyon-nagyon sokan kíváncsiak erre a műemlékegyüttesre és ennek a történetére. Valóban igen, ezt szerettük volna bemutatni a vendégeknek egy időszaki kiállítás formájában, hiszen maga az épület nem látogatható, viszont a kertjében ugye az állatpark elterül, és minden vendégünk elsétál a Csáky kastély, a gyönyörű kastélykert belsőben, és bizony sokan kíváncsiak arra, hogy mi is rejlik ennek az egésznek a múltjában. Úgyhogy úgy gondoltuk, fölöleljük, és 10 generáción keresztül a középkortól napjainkig nyomon követve bemutatjuk ennek a gyönyörű műemlékegyüttesnek a történetét.
milyen formában mutatják be, éppen az operatőrkaranál mutatja a rollapokat. Igen, 13 tablóba próbáltuk belesűríteni, belefoglalni azt a nagyon gazdag történetet, amely a terület múltját jellemzi. A kiállítás alapját dr. Tírják László és dr. Molitoris Pár 2019-ben megjelent kastélytörténeti könyve, a Történelmi séta a Szarvasi Anna Ligetben című könyv adja. És a gerincvonala az ennek a forrás munkái, azok a régi archív felvételek, régi térképek, amelyek a múltból fellelhetőek voltak. Külön kiemelném a kastély utolsó élő leszármazottját, aki 49-ben még itt a kastélyban gyermekként élt, és visszalátogat ilyenkor havi áréva még a területre. Ő által is nagyon-nagyon sok fotót, archívanyagot kaptunk, melyet be tudunk mutatni a vendégek részére. És ugyan van egy állandó kiállításuk is, amely a Körösmaros Nemzeti Parknak a múltját mutatja be. Erről mit lehet tudni? Igen, az állandó kiállításunk is természetesen biztos látnivalója annak a repertoárnak, melyet megtekinthetnek vendégeink, akik ide betérnek hozzánk. A Nemzeti Parkunk természeti értékeit, védett növény és állatfajait egy kétszintes, 204 négyzetméteres interaktív állandó kiállításba sűrítettük össze, és itt koncentráltan megpróbáljuk egy kertcsinálóként is bemutatni a vendégek részére, hogy a 800 ezer hektár kiterjedésű Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság milyen természeti értékekre vigyáz föl itt a Délti Szántó területén. Aki szeretné megnézni ezeket a kiállításokat, hogyan teheti ezt? Természetesen az év bármely napján, ilyenkor nyáron látogatható a park, és az állatparki belépőjegy tartalmazza nem csak az állatpark megtekintési lehetőségét, hanem a látogatóközpont kiállításainak is a megnézését, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk ide. Köszönjük szépen, aki tehát ellátogat Szarvasra, érdemes eljönni a Körösvölgyi Állatparkba, megtekinteni a több mint 50 fajta kárpát-medencei állatfajt, aztán lehet egy nagy sétát tenni az Anna-liget több évszázados fáinak az árnyékában, a program végén pedig a Csáki kastélyt, illetve a Körösmaros Nemzeti Parkot bemutató kiállítást is megtekinteni. Kultúrával folytatjuk. A Csaba Gyöngyesték klasszik soron következő koncertjén az Alföld Kvartett és a Tabán Tánc Együttes közös fúzióját láthatták az érdeklődők szerdán este a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Sték színpadán. A Zene mozgásban tart című zenés-táncos műsorban a külföldi és belföldi táncokat is láthatták a kikapcsolódni vágyók. Az előadáson Weiner Leo, Bartók Béla, Benedekfi István dallamai csendültek fel. Az erőteljes virtuóz zenei anyagok autentikus népzenei világokba kalauzolták a közönséget. Az előadáson a Tabán táncegyüttes két táncosa, Mikesi Júlia és László Richard lépett színpadra. A zenére koreografált előadásban Felső-Tisza vidéki csárdást és verbunkot, illetve eleki és mékkeréki csárdást is láthatott a kilátogató. Számunkra azért volt ez igazán, hát egy picit nehézkesebb, mert ugye ez egy teljesen másfajta zenekari összeállás, mint a népi vonós négyesnek az összeállása. Igaz, csak egy hangszerrel változik az egész, de úgy érzem, hogy ezzel volt leginkább nagyon kihívásunk. Ugye néhol szőnyegzeneként gondolunk az itteni megadott zenére, néhol pedig tényleg alá kell táncolnunk. Igaz, mindenre lehet táncolni, de azért mégiscsak számunkra ez egy picikét nehézséget jelentett a próba folyamatok alatt. Az Alföld Kvartett csellistája elmondta, több hónapja készülnek az előadásra, illetve hangsúlyozta a zene és a néptánc közötti párhuzamot. Alapvetően elsőként mindenképpen a ritmikára kell gondolni, hiszen ezek a művek, amelyeket említettem is, Bartók, Weiner, Rózsa Völgyi, ezek alapvetően mind táncritmusokra épülő és népzenei elemekre épülő művek, tehát ez az elsődleges kapcsolat. A dallamvilág szintén egy olyan kapcsolódási forma, amelyre a táncos elemek ugyanúgy tudnak kapcsolódni, mint a ritmikára. A táncokat Farkas Tamás, a Tabán Tánc Együttes művészeti vezetője koreografálta.
A Stég Klasszik sorozat július 10-én szerdán folytatódik a Békés-megyei Szimfonikusok Kamarazenekarának előadásával. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!